része nem tudott... Elmű részvények eladásának lehetőségéről döntött az önkormányzat. 40 millió forintnyi tőzsdei papírt adnak el, ha a piaci környezet kedvezően alakul, mondta el Sallai László, az önkormányzat gazdasági és költségvetési irodájának vezetője. Első körben nem tőzsdei úton, hanem nyílt eljárás keretében árulják a papírokat. Nyilván az árfolyam össze fog függni a tőzsdei aktuális árfolyama, hiszen értelmetlen más árat várni, mint ami éppen a tőzsdén van. De a különböző eladási opciókból a legátláthatóbb formát választotta a testület. Az önkormányzati költségvetés 21 milliárd forint. A megörökölt 4,5 milliárdnyi hitelállományon túl a kiadás és a bevétel hozzávetőlegesen 17 milliárd forint. A két oldal különbsége a fél éves mutatók alapján 2%, vagyis 340 millió forint. A költségvetés ezen hiányát a második fél évben rendezzük, de a hangsúly már nem a kiadás csökkentésen, hanem a bevétel növelésen lesz, mivel a nadrág szíjat nem lehet tovább húzni, tette hozzá Sallai László.